Dávid Tíme, a Parhant polgármester elmondta, a 2023-as évhez hasonlóan idén is több fejlesztést tervez a falu önkormányzata. Még zajlik a 2024-es évi költségvetésünknek az előkészítése, úgyhogy biztosat még nem tudok erről mondani, viszont ami már elindult folyamatban, az az óvodánknak a napelemmel való felszerelése, amit az Aparanti Német Önkormányzattal közösen fog megvalósítani az önkormányzatunk, illetve már a tavalyi évben elkezdtünk tárgyalni az MVM Kft-vel, és a településen korszerűsíteni fog ledesre a közvilágításunk. A tavalyi év ugye az önkormányzat életében is nehéz volt, mert nekünk is meg kellett küzdenünk a rezsinek az emelkedésével, úgyhogy igyekeztünk a tavalyi évben előre gondolkodni, úgyhogy több közintézményünket is bővítettük hűtő-fűtő klímákkal, így az óvodánkban is a két csoportban került elhelyezésre, az orvos rendelőben bővítettük, illetve a körzeti megbízott irodába is helyeztünk fel, úgyhogy bízunk benne, hogy így a rezsi tekintetében tudunk megtakarításokat elérni. Hozzátette, a környékbeli településekhez képest nem volt szükség korlátozásokra. Több településen is lehetett hallani, hogy akár a közvilágítást, hogy korlátozták. Nekünk, hál' Istennek, túlvészeltük ezt az évet a tekintetben is, úgyhogy azon kívül, hogy az önkormányzatnál home office-t vezettünk be péntekenként, illetve a művelődési házat zártuk, mást nem kellett korlátoznunk. Az Aparhanti Tűzoltó Egyesület nyert a Magyar Falu Program pályázatán. A támogatási összegből a tűzoltó szertár felújítása valósul meg. Szerencsések vagyunk, hiszen így egy önkormányzati ingatlan fog megújulni ennek a pályázatnak köszönhetően. A tűzoltó szertár, amelyet az önkormányzat ingyenes használatba adott az egyesületnek, jelenleg azzal segítjük az egyesületet, hogy műszaki ellenőrt, illetve kivitelezőt keresünk, úgyhogy bízunk benne, hogy hamarosan megkezdődik a felújítás. Az idei évben is több rendezvénnyel készül a település vezetősége. Az idei évben is szeretnénk nyilván Palacsinta Fesztivált tartani, hiszen az a tavaly évben nagy sikernek örvendett, illetve szeretnénk új programelemeket, úgyhogy már megkezdtük egy farsangi mulatságnak a tervezését, illetve a nőnapon is szeretnénk majd kedveskedni a falu lakosságának egy új programmal.